Ne feledkezz meg a Partizánról! Adód 1%-ával támogasd munkánkat, hogy teret adhassunk a fontos ügyeknek. Ahhoz, hogy tovább folytathassuk kulturális missziónkat, rá is szükség van. Támogasd adód 1%-ával a Partizán alapítványt! Sziasztok, Feledi Botond vagyok, a heti Feledi Hírlevél szerkesztője és a Feledi Podcast házigazdája. Sok szeretettel köszöntelek titeket a mai adásban, és nagyon örülök, hogy újra ide hangoltatok. Rengeteg dologgal foglalkoztunk korábban, ebben már volt Ritkai Gergelytől és a klímaváltozástól kezdve, a FAO, tehát a Nemzetközi Élelmezésügyi Szervezeten át menekült helyzettel foglalkoztunk, illetve elkezdtük a brüsszeli magyarok felgöngyölítését a legkülönbözőbb sarkaiban ennek a nagy uniós buboréknak. Így már beszélgettünk szóvivővel az Európai Bizottságból, illetve a tervek alapján megfordulunk a korporát, tehát a magánvilágban, és a mai adásban pedig egy nagyon-nagyon fontos régi civil szervezetnek a magyar munkatársával fogunk beszélgetni. A heti feledi hírlevére, ha még nem iratkoztatok fel, akkor mindenképp tegyétek meg, minden héten szerdán reggel kapjátok meg az elmúlt hét legfontosabb híreit, legalábbis azt, ami szerintem a legfontosabb az elmúlt hét eseményeiből. A podcastban pedig nyugodtan hallgassátok meg a korábbi epizódokat, és küldjétek el a véleményeteket, további kérdéseiteket, javaslataitokat. Vágjunk bele a mai adásba, úgyhogy engedjétek meg, hogy röviden bemutassam beszélgető partneremet, Gyivesi Balást, aki nem másnak, mint a Ruszi nevű, a védelem és biztonság politika terén legrégebben működő brit think tanknek, vagy agytrösznek, a brüsszeli kommunikációs vezetője, tehát a Ruszi brüsszeli irodájából. Köszöntelek sok szeretettel. Köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat. Nagyon örülök, hogy egy újabb olyan helyen találtunk magyart és magyarul tudunk beszélgetni a magyar hallgatók számára, eh, ahol egyébként abszolút a brüsszeli legfontosabb ügyek, tehát a szankciós politika Oroszország, az orosz agresszió Ukrajna ellen, illetve mindezekkel kapcsolatos eh, tágabb biztonságpolitikai kérdések vannak az asztalodon. Ezt szeretnénk röviden körbejárni, eh, és ehhez nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást egyáltalán egy picit tegyük föl a hallgatóknak a térképére, hogy a Ruszi honnan jön, pontosan mit is csináltok, és a brüsszeli oda az hogyan csatlakozik így a Brexit után az otthoni nagy brit anyacéghez. Köszönöm, Botond. a Ruszi, ahogy említetted már, a legrégebb óta működő a biztonság és védelmi politikával foglalkozó agytrözt, ezt még 1831-ben alapította Wellington herceg, aki a Walterloyd csatából is ismert, és eredetileg is már az ott a feladata, hogy a katonák, illetve a tisztek tudjanak a legfontosabb uh, tudományos fejleményekről értekezni, szervezenek beszélgetéseket, könyvtárt, egy múzeumot alakítottak ki. Mindezt uh, a whitehall ami Londonban a legfontosabb olyan utca, ahol rengeteg uh, intézmény uh, található. És ebből nőtte ki magát így az évtizedek, most már évszázadok során a mai modern Ruszi mint Think tank, ami egy független aktor, tehát nem uh, tartozik uh, semmilyen szinten a brit, uh, se a hadsereg, se a védelmi Minisztérium, se bármilyen ilyen állami struktúra alá, tehát abszolút egy független nagytröszként működik. Politikai pártok alá sem. Politikai pártok alá sem, tehát a finanszírozása is ezáltal több különböző forrásból jön. Ezzel is biztosítva a függetlenségünket, és a munkánk is abszolút a szakmai alapon működik, tehát mindennek, amit publikálunk, amit konferenciát szervezünk, bármilyen háttérbeszélgetés, ezeknek mind tudományos szakmai anyagokon kell alapulnia. Tehát ez tényleg a mi integritásunknak és a hitelességünknek is az álló. Tehát ezt, ezt nagyon fontosnak tartjuk. És a munkatársaink is, a kutatóink, akik nálunk dolgoznak, ők mind nemzetközileg elismert kutatók az ő területükön, tehát a Ruszi ma már rengeteg témát lefed, ami a biztonság és védelempolitikához csatolható, tehát nem csak a kifejezetten katonai kérdéseket, hanem tényleg az olyan tágabb értelemben vett biztonságpolitikai kérdéseket is lefedjük, mint a pénzügyek és a biztonságpolitika politika meccete, továbbá a kiberbiztonság, az űrbiztonság, de akár a, a klímavédelm és a biztonságnak a, a közös témái is mind-mind a ruszinak abszolút a térfelére tartoznak a manapság. Ez meglehetősen irigylésre méltó, hogy 200 éve létezik egy bármilyen civil szervezet, nemhogy hogy egy biztonságpolitikával foglalkozó civil szervezet. Szerintem sajnos a mi régiónkban ezt nehezebb előásni, tehát azért végül is a brit szigetnek a biztonsága és a második világháborús teljesítménye alig, ha nem hozzájárult ahhoz, hogy egyáltalán ez a kontinuitás létezhessen. Na no, de most örüljünk ennek együtt. És hogy kerül akkor ez a ruszi Brüsszelbe? Mert itt azért ugye a brüsszeli buborékban tényleg rengeteg szervezet, NGO, régiós felügyelet, kisegyháztól az óriási korporát ernyő szervezetekig összegyűlik. Ti hozzátok, vagy viszitek az információt? Tehát igazából a, egészen a Brexitig a russzinak simán egy brüsszeli irodájaként létezett a, a, mai Ruszi Europe nevezetű iroda, tehát a Ruszi Európa irodája. És ez a Brexit után igazából szétvált, tehát ma már külön entitásként működünk itt Brüsszelben. A, Ugyanakkor természetesen kötődünk a londoni anyaszervezethez is, hiszen a nevét is visszük tovább, illetve Brüss Brüsszelben is ö, szervezünk olyan konferenciákat, ahol kutatókat hívunk meg a londoni irodánkból. Azonban vannak olyan az Európai Bizottsággal közösen ö, szervezett projektjeink, amiket kifejezetten innen a Brüsszeli irodából szervezünk, EU-s állampolgárokkal, tehát ahol nincs meg az a fajta kapcsolat a londoni és a brüsszeli iroda között. Ez abból is adódik, mivel. Ugye vannak olyan biztonságpolitikai, politikai kérdések, ahol, ahol nem osztunk meg információkat az EU-n kívüli országokkal. Balázs, itt egy pillanatra álljunk meg, mert úgy fogalmaztál, hogy az Európai Bizottság a közös projektek. Ugye Magyarországon, amikor civil szervezet és Európai Bizottság egy mondatba kerül, akkor általában a forrás a harmadik szó. Tehát, hogy hogyan lehet pénzt kérni az Európai Unióból a civil szervezetek működésére. Na most ti hogyan szerveztek közös projektet? Tehát ti hoztak pénzt és projektet, és a bizottság lelkesen közreműködik, vagy ők adnak nektek pénzt valamire, és azt ti harmadik helyen megvalósítjátok, vagy ezt hogy kell elképzelni? Tehát az Európai Bizottsággal folytatott projektjeink mind olyan kiírásokból, olyan pályázatokból fakadnak, amiket az EU megjelentett nyilvánosan az EU Tenders nevű portálon. És kifejezetten a bizottsággal olyan típusú projekteket végzünk, ahol a bizottság számára mi implementálunk bizonyos képzéseket, illetve kutatásokat olyan területeken, ahol a mi kutatóink, a mi európai kutatóink se tudnak abban segíteni, hogy az EU-nak nagyobb kapacitása legyen bizonyos nagyon szakmai, szakpolitikai kérdésekben is. Tehát az, hogy tanácsokat tudjon adni. Hmm. Mondjunk egy példát erre. Tehát egy példa például a, a, az extremizmus a radikalizáció elleni küzdelem. Ebben a témában a, mi a Ruszi Európ tar tartunk képzéseket harmadik országoknak, tehát nem EU-s országoknak, az Európai Bizottság által felkérve, tehát ezen a pályázaton keresztül. Ezeknél a, kut ezeknél a képzéseknél a mi kutatóink szervezik, illetve bonyolítják le ezeket a képzéseket a helyi EU-s delegációkkal közösen. Tehát volt ilyen képzésünk már a Fülöp-szigeteken, Kamerunban, Irakban, a világ több részén. És a képzéseknél mindig nagyon fontos, hogy a, tehát a mi kutatóink viszik az ő tudásukat, az adott témáról, tehát ami a radikalizációt illeti annak megelőzését, és a helyi vezetőkkel, a helyi rendvédelmi szervekkel, igazságszolgáltatási szervekkel együtt dolgozzunk azon, hogy olyan képzéseket tudjunk nekik nyújtani, ami az adott kontextusban hasznos tud lenni annyira radikálisan új szemléletet hoz be ez a projekt struktúra, amit szerintem muszáj, hogy aláhúzzak itt a hallgatóknak. Tehát valahol nagyon messziről nézve arról beszélgetünk, hogy vannak tagállamok, akik egy Európai Bizottságot is ugye finanszíroznak, aki egyébként olyan civil szervezetek, NGO-kat támaszkozik, akikben felhalmozott ott szaktudást, kvázi mint közszolgálati tudást újra alkalmaznak a saját prioritási területükön, amit mint Európai Unió most éppen ezen a szinten kijelöltek. Tehát ez egy egészen elképesztően szép e, íve a társadalmi együttműködésnek, amikor nem igényli azt az állami jelenesedben jelen esetben az unió szakszerve, hogy az a tudás belül legyen, hanem megbízik egy privát partnerben, de szólj, hogyha nem jól értem, megbízik egy privát partnerben, aki ezt végre tudja neki hajtani, és elfogadja azt a tudást, és látja, és ezt meg lehet, meg lehet élni így a 2020-as években is, hogy Iraktól a Fülöp-szigetekig mondjuk ebben az esetben pont rátok bízza. Igen, abszolút. Tehát ez, ez egyben ugye nagyon szigorú ellenőrzéssel is járt, tehát az Európai Bizottság ezeknél a, ezeknél a szerződéseknél, ezeknél a pályázatoknál tehát nagyon, nagyon szigorúan nyomon követi, hogy az adott szervezetet, ebben az esetben mi a Ruszi hogyan végzi el ezeket a feladatokat, hogyan kezeli azt a pénzt, amit ezeknek a feladatoknak az ellátására kap. Tehát a bizottság minden, minden esetre jól kezeli ezeket a, ezeket a projekteket, hiszen az ellenőrzés mindig nagyon szigorú és nagyon mélyreható az összes esetben. Tulajdonképpen a ti identitásotok ebben az egészben, itt Brüsszelben ülve? Közszolgálati, civil vagy uniós? Tehát mi, mi elemzi az irodát ebből a szempontból? Igen, ez egy nagyon érdekes meccete, igazából több szférának is. Tehát egyrészt a kutatóink, ők mind nagyon, tehát a tudományos életből jönnek, tehát nekik van egy sokszor, ők emellett a munka van, hogy oktatók is egyetemeken, tehát van olyan kutatónk, aki a, a Párizsi Science mások más helyen. Tehát igazából ennek van egy, egy nagyon tudományos alapja. Ugyanakkor azáltal, hogy az EU számára végezzük el ezeket a projekteket, mint a radikalizáció megelőzésére uh, irányuló képzések. Tehát ezzel uh, van ez a közszolgálti, ahogy mondott, uh, aspektusa is a mi, a mi munkánknak. Tehát uh, egyben ugye non-profit is vagyunk, tehát ez, a, ez soha nem a, a profitszerzésre irányul egyik terékenységünk sem, és itt uh, ami a brüsszeli irodánkat illeti, amit még meg szeretnék említeni, hogy itt kifejezetten olyan biztonságpolitikai kérdésekkel foglalkozunk, amik nem katonaiak, hiszen a bizottságnak nincsenek. Nincs kompetenciája. Igen, pontosan. Tehát ezek mind inkább az ilyen humán biztonsággal foglalkoznak, tehát ebben is igazából öt nagy témakör van. Egyike a már említett uh, radikalizáció megelőzés, tehát van a szervezetbűnözés elleni küzdelem, a tengeri útvonalak és kikötők biztonságának biztosítása, az Oroszország elleni szankciók hatékonyabb átétele, illetve Ukrajna pénzügyi integritásának megerősítése. Tehát ez így az öt főbb munkaterületünk, és ebben az első három az, amivel, amiben az EU-val, az EU illetve a bizottsággal öm, dolgozunk is szorosabban együtt. Hát nagyon remélem, hogy a hallgatók velem együtt kellemesen lepődnek meg, hogy ilyenekben is akár civil partner dolgozik az Európai Unióval együtt. Talán kanyarodjunk rá a szankciós politikára, ha jól tudom, ez egy elég nagy projektetek, egy régebb óta futó projektetek, amiben kifejezetten azzal foglalkoztok, hogy ezek az Európai Unió által meghatározott, ugye itt az adásunk felvételekor már éppen frissen elfogadott 13. szankciós csomag, tehát 13 szankciós csomagot két év alatt elfogadott az Európai Unió közössége, ugye még a magyar szavazatokkal együtt is, hogy Oroszországot a háborús agresszióban visszafogja. Thank <laughs> you. Ugye rengeteg kritika, rengeteg narratíva létezik ezzel kapcsolatban, és nem olyan régen éppen Magyarországra is elmentetek, tehát itt a tagállamokat járjátok, vagy fogjátok majd Magyarországot is megjárni, hogy, hogy egyáltalán ez tagállami szinten hogy néz ki. Rengeteg kérdésem van, de adjunk először a, a hallgatóknak egy olyan áttekintő képet, hogy tulajdonképpen a, a mondjuk a top három kihívás, az, az hogy néz ki a mostani állása szerint a kutatásoknak, hogy ezek a szankciók, és most ne az beszéljük meg, hogy ezek micsodák, mert erről már sokat beszélgettünk, hanem arról, hogy ezeknek a végrehajtása, és ugye a hallgatók is szerintem tudják, hogy ugye az új évi fogadalom egy dolog, de az implementáció a másik, <laughs> és hogy ez vajon, ez vajon hogy alakul, mert nyilván itt van az a bizonyos kutya elása, amit most már egyre följebb túrunk, de azért ez nem, nem egy könnyű vállalkozás, és az Európai Uniónak ebben nincs túl nagy gyakorlata. Igen, hát a szankciók amit már említettük, ez az egyik nagy témakör, amivel itt foglalkozunk a Brüsszel irodánkban, és a kérdésedre válaszolva, mi lenne az a három témakör, ami 2024-ben nagyon fontos lesz. Egyike minden, minden esetre a végrehajtásnak a megerősítése, tehát azt látjuk, hogy ahogy te is mondod, az egy dolog, hogy elfogadjuk ezeket a csomagokat, léteznek ezek a szankciók, szankciók EU szinten, ugyanakkor azt is mindig hozzá kell tenni, és szerintem ez Sokszor kimarad, amikor a szankciókról beszélünk, hogy a szankciók végrehajtása az teljesen tagállami kompetencia. Tehát minden tagállam maga dönt arról, hogy hogyan uh, hajtja végre a szankciókat, kit tesz azért felelőssé az adott országon belül, melyik szervezetek, melyik uh, intézmények felelnek azért, hogy végrehajtsák a szankciókat. És ezáltal egy olyan, uh, hát egy ilyen szigetszerű. Uh, 27-re? 27 sziget -re. szigettel, igen, 27 uh, különböző rendszerre, és a mi programunk, amit említettél, ez a hálózat, amit mi vezetünk, ez több uh, EU-s tagállamnak is uh, agytröztjeit uh, fogja össze, és ez, ezen a programon belül szervezünk. Uh, a tagállamokban kerekasszal beszélgetéseket az adott országnak a politikai döntéshozóival, de egyszer a magánszférával is, tehát az, hogy összehozni azokat, akik a politikai oldalon felelősek a végrehajtásért, illetve akik a magánszférában szembesülnek a végrehajtási kihívásokkal. És ezt eddig tíz városban szerveztük meg. Budapesten is lesz egy ilyen kerekasszal beszélgetésünk majd az év közepe felé, és ezekben a ezek a beszélgetések során uh, tapasztaltuk azt, hogy mennyire különbözőek ezek a kihívások. Tehát például Lettország esetében, ami mind Oroszországgal, mind Fehér Oroszországgal határos, teljesen más kihívásokkal szembesül az ország, mint Franciaország, ami messzebb is van, másfajta uh, gazdasági-politikai kötődés van Oroszországhoz, vagy volt az invázió előtt. Tehát ezek mind-mind uh, pluszban felerősítik ezt, ezeket a különbségeket. És uh, most nemrég jelentettük meg az ajánlásainkat a szankciók jobb végrehajtásának érdekében, és ezekben az ajánlásokban ezt is kiemeljük, hogy az, a leg, az nagyon fontos lenne, hogy az minden tagállamban legyen legalább egy olyan szervezet, ami kiemelten felelős a szankciók végrehajtásáért. Tehát egy horizontális szervezetre gondoltok, aki egyszerre tud a vámhatósággal beszélni, az uniós valamilyen diplomáciai csatornákkal, és még ki tudja hány érintett pénzügyi szektorbeli bankos dolgokkal egy sapkában. Pontosan. No, van -e ilyen tagállam? Most van egy tagállam, aki ezt megkísérli, méghozzá április 1 fog élesben is ez a ezt a rendszert élesbe be fogják vezetni Lettországban. Ez Rigában lesz is egy konferenciánk, majd március végén, ahol a tesztfázisnak az első eredményeit be fogják mutatni, mielőtt ez teljességgel hivatalossá fog válni, ez, a, ez az új rendszer. És ott a. Tehát tulajdonképpen ez a lett koordinátor leképzi ezt az elképzelést, hogy egyszerre van hatalma is döntést hozni, vagy ő csak koordinál ő, a történetben? Igen, ezt, tehát ez egy intézmény lesz Lettországban, ez a, a pénzmosás elleni küzdelemért felelős intézet, tehát ez Magyarországon a NAVON belül létezik ugyanilyen struktúra, tehát amelyik a pénzmosás elleni fellépéssel foglalkozik, és több tagállamban is ez a szerv az, amelyik a pénzügyi szankciók Végrehajtásáért felelős. Lettország esetében ezt a szerve szervet teszik most az egész szankciós koordinációért is felelős, tehát ők, ők lesznek ennek a, ennek a menedzserei. Most ez ugye azért hangzik érdekesen, mert egy ugyanilyen koordinátori pozíciót az Európai Unió is létrehozott. És tulajdonképpen ez ugyanolyan első a történelemben, már az Európai Unió történetében, hogy rájöttünk a szankciók valahanyadik csomagja után, hogy nem lenne baj, hogyha ezt valaki akár még az uniós szinten is koordinálná. Itt ugyanaz a szerep, mert ugye mindeközben most pont a beszélgetésünk heteiben zajlik a vita arról, hogy az európai pénzmosás Elleni hivatal, ügynökség, majd melyik országba települhet, ugye ezért nem kicsi verseny zajlik. Tehát, hogy mennyire érzékeled, mennyire látod azt, hogy uniós szinten ez egy jó példa amit sikerült elfogadni, illetve néhány szóval azért a hallgatóknak erről tudnám mesélni. Igen, tehát az EU szinten ez a pénzmosás elleni küzdelem foglalkozó hatóság, ezt igazából egyelőre nem úgy néz ki, hogy lesz a szankciók összehangolásával foglalkozó feladatköre, tehát ezt egyőre nem központosítják az EU-n belül, tehát megtartják ezt a eddigi rendszert, hogy minden tagállam maga szervezi azt, hogy kifelelős a, a szankció koordinálásáért, kifelelős melyik, tehát a pénzügyi, illetve a kereskedelmi szankciók végrehajtásáért. Viszont az EU szinten ez az új intézmény, ez minden esetre, ami a pénzmosás elleni és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmet illeti, ez a központi szervezet lesz majd ezekért a politikák, szakpolitikákért felelős, és a legújabb hírek szerint Frankfurtban lesz végül ennek, a, ennek az irodája, ennek a szervezetnek, és hát minden esetre figyelmmel fogjuk követni, hogy hogyan fog alakulni a feladatköre ennek a szervezetnek, és lesz-e majd a jövőben olyan fejlemény, hogy, esetleg a szankciós koordinációt, illetően valamilyen feladatokat rájuk ruháznak majd, de ez egyelőre nem, nem így néz ki. És David O'Sullivan, ő ehhez képest mit csinál? Tehát David O'Sullivan, ő az EU-nak a szankciós küldöttje, ő kifelé képviseli az EU szankciós politikáját. Tehát neki az EU-n belül belső szankciós harmonizációt, illetően nincsen feladatköre, illetve jogköre, tehát amit ő, ami az ő feladata tényleg kifelé közvetíteni az EU-s EU szankciós politikájának a célkitűzéseit, illetve harmadik országban, tehát nem EU-s országokban találkozni az ottani döntéshozókkal, és diplomáciai úton megpróbálni arra rávenni ezeket az országokat, hogy segítsenek a szankciók megkerülésének, kiátszásának a a elleni fellépésben. Tehát ez... Mindjárt kalandozzunk el a harmadik országokra, de akkor köszönöm szépen, hogy ezt így elmagyaráztad, mert akkor tehát a hallgatóknak csak még egyszer Tehát van a belső koordinációs kérdéskör, ami pénzmosás elleni, vagy hasonló helyeken, tagállamokon belül megosztva 27, és még azon belül is földarabolva működik, és van egy uniós e, küldött, aki pedig az Európai Unió álláspontját kifelé harmadik országok felé közvetíti. Tehát itt tartunk most, e, 2024 tavasz, a a második évfordulója, illetve hát a teljes invázió második évfordulója. A társadalmi támogatottságot ti nézitek -e ennek a projektnek a keretében? Tehát mennyire érzékeltek ebben a mozgást? Bizonyos szinten nézzük, tehát ami a, a, narratívákat illeti, kifejezetten a kifelé történő kommunikációt nézzük most, ami David O'Sullivan, ahogy említett, a szankciós küldött munkáját illeti, ami a belső, tehát az EU belüli tehát Társadalmi támogatottságot illeti azt látjuk, hogy továbbra is magas, tehát a legutóbbi Euróbarométer eredményei szerint is kb. 72% az EU-s állampolgároknak továbbra is támogatja a szankciókat, mint az Oroszország ellen való fellépésnek az eszközét. Magyarországon is a többség továbbra is támogatja, tehát 50 százalék, valamennyivel 50% százalék fölött van azoknak a, az aránya Magyarországon is, az Euróbarométer szerint, akik támogatják a szankciókat. Ez különösen izgalmas, mert ott azért az óriás Plakát kampánya egészen más üzenetet kaptak többnyire a, a magyar választók. Ehm, és hogyha ezt nézzük, hogy mm, hogyan alakul ehm, a belső elfogadás, ugye egy dolog, hogy hogy tulajdonképpen az emberek erről mit gondolnak, azt látjuk, hogy mit érzékelhetnek ebből mondjuk vállalkozók. Tehát, hogy ilyen szinten kaptatok-e visszajelzést, még mindig egy picit a határokon belül maradva, hogy egy dolog ugye, hogy most átjön-e a szuhezi csatornán a kínai, ha jó, vagy az orosz gáz beérkezik -e, de hogy végeredményen a vállalkozók szempontjából ez az elmúlt két éves szankciós hullám, ez mennyire érzékelhető, mennyire problematikus jelenség, mennyire szektorspecifikus, vagy pedig lassan leszivárgott mindenhova? Ami, ami ezt illeti, nagyon érdekes tanulságokat vontunk le az országokban, a fővárosokban szervezett kerekasszal beszélgetéseink során. Azt érzékeltük, hogy több esetben is a vállalkozók, a magánszféra igazából azt Emelte ki, hogy nem kapnak sokszor egyértelmű információkat arról, hogy hogyan is kell konkrétan végrehajtaniuk a szankciókat. Ez a nagyobb cégek esetében valószínűleg nem feltétlen ugyanakkor a kihívás, mint a kisebb cégek esetében, szimplán azért, mert több erőforrásuk van, ugye ügyvédirodákat tudnak ar arra felkérni, hogy tanulmányokat végezzenek számukra, míg ez. A kisebb cégek esetében kevésbé van meg ez az erőforrás. Tehát nekik még inkább szükségük van arra, hogy amennyire lehet kapjanak tényleg teljes körű információt a tagállamoktól, illetve az EU-tól, de mivel a végrehajtás egy tagállami kompetencia, ezért ez leginkább a tagállami szinten tud, uh, tud megtörténni. És ez Lisszabontól Tallinnig így van, vagy pedig vannak azért itt is olyan országok, akik kifejezetten gyakorlottak a saját uh, polgáraikkal, vállalkozóikkal való kapcsolattartásban? Hát igazából azt, azt érzékeltük, hogy ez mindenhol azért kisebb-nagyobb probléma még mindig, de volt, van egy érdekes történet, ami Dániát illeti, ahol a a tagállami szervek kiküldtek leveleket olyan cégeknek, ahol, érzik, ahol látták, hogy kettős használatú termékekkel üzletelnek. Tehát ezek a kettős használatú termékek, ezek olyan, olyan termékeket, mint mind békés, mind katonai célokra felhasználtak. Ilyenek például olyan mikrocsipek, amiket az ember egy mosógépben is megtalál, de ugyanakkor fegyverekben is alkalmazható. Dániában volt egy ilyen, egy ilyen kísérlet, tehát ahol leveleket küldtek ezeknek a cégeknek, hogy felhívják őket arra, tehát a figyelmüket arra, hogy kifejezetten oda kell figyelniük, hogy kiknek exportálnak ilyen termékeket, de ez, ez egy példa, ami, ami egy adott tagállamban történt, mint kommunikációs erőfeszítés. Még, még mindig a, a határokon belül maradva, amikor átnéztem az ajánlásaitokat, ugye ezeknek egy jó része tényleg, hogyha az ember foglalkozik a témával, akkor, akkor a józan palasz következik, hogy igen, jobban kéne implementálni, koordinálni kéne. Tehát mondani, hogy a klasszikus államigazgatási kihívások leképződnek a szankciós végrehajtásban. De volt egy sor, ami kifejezetten megütötte a szememet, ez pedig arról szólt, hogy az orosz titkos szolgálat az FSB mennyire aktívan próbálja alásni, az uniós szankciós összhangot, illetve gondolom azoknak a végrehajtását is tagállami szinten. Ugye megint csak nem először találkoznánk ezzel, mondhatni azt is, hogy száz éves gyakorlatom van a szovjet orosz titkosszolgálatoknak az ilyesmiben. Hogy, hogy ez bekerült, mit jelent? Erről tudnál le azért mondani, ez annyira izgalmasnak ígérkezik? Igen, hát nagyon aggasztó igazából ez a fejlemény, tehát hogy azt, azt látni, hogy az orosz titkosszolgálatok is is van szerepe abban, hogy a szankciók kiátszását tovább szítják igazából. Amit láttunk, januárban jelent meg egy cikk a finn közmédiában arról, hogy 20, kb. 20 finn cég exportált az invázió utána is továbbra is orosz cégek felé olyan technológiai termékeket, amiket utána akár tehát Hadi eszközökben is ö, be lehet vetni, illetve olyan technológiai termékét, ami nagyon szenzitív. Ö, hát érzékeny technológiákat. Érzékeny technológiákat, igen. Tehát olyan érzékeny technológiákat, ö, amiket, ö, amiket a szankciók ö, miatt nem szabadott volna nekik exportálniuk, és a vevők között voltak olyan cégek, amik kifejezetten az FSB beszállítói ként vannak számon tartva. Tehát ott is látszott, hogy ezek az FSP-nek beszállító cégek kerestek meg ilyen cégeket az EU-n belül, akiktől utána a szankciók ellenére továbbra is tudtak importálni ilyen érzékeny technológiai És termékeket. az a gyanú, hogy itt van valami plusz pénzügyi ösztönző ezeknek a cégeknek, vagy egyszerűen csak tehát miért vehetők rá, vagy nincsenek tudatában, vagy meg, megtévesztve vannak, vagy megvéve? <laughs> hát igazából a, mindkettő lehetséges, tehát a, van, van az a hipotézis, hogy vannak olyan cégek, akik, akik keresnek olyan lehetőségeket, hogy továbbra is tudjanak bizonyos termékeket a szankciók ellenére is exportálni, ugyanakkor van az a hipotézis is, hogy vannak olyan cégek, akik lehet, hogy nincsenek tisztában azzal, hogy mik azok a termékek, amiket nem exportálnak, és itt jön újra ugye szóba az a kérdés, hogy mennyire vannak informálva ezek a főleg a kisebb cégek, tehát akiknek nincsen meg az a tényleg Egy a jogászi képzettségük feltétlenül, vagy nem tudnak ilyen tudás felé visszanyúlni. Tehát ez, ez nagyon fontos, hogy meglegyen ez az információ. És a másik, aspektus, ami itt rendkívül fontos, az az oknyomozói újságíróknak a munkája, és ez is az egyik ajánlásunk, hogy ez az újságíróknak a munkáját támogatni kell, mert rengeteg olyan eset volt eddig is, ahol a szankciók kiátszását az oknyomozó újságírók tárták föl. Tehát például a Szabad Európának is több újságíró munkatársa is dolgozott ilyen anyagokon, illetve vannak nemzetközi újságírói hálózatok is, akik, akik kifejezetten foglalkoztak ezekkel a kérdésekkel volt. Például a Cyprus Leaks, nevű uh, újságcikk sorozat, ahol szintén mentek bele, oknyom ok, ok, az újságírók, hogy kiderítsék, hogy hogyan mozogtak pénzt. Tehát a szankcionált orosz oligarchák, hogyan tudták a pénzüket mozgatni a szankciók bevezetése után is. Igen, itt tényleg rengeteg történet került már a napvilágra. Az egyik, amire még mindig emlékszem, az rögtön a háború kitörése után nem sokkal német vegyipari cég volt, aki kiderült, hogy Novicsok alapanyagot exportált a háború után, vagy a teljes invázió után is még bőséggel. Ami tovább fokozta a sztorit, és amitől nagyon durant, az az volt, hogy az amerikaiak aztán kiszivárogtatták, hogy ők már évekkel ezelőtt jelezték, hogy talán érdemes lenne foglalkozni ezzel a céggel, és hát a német ügyesség nem kapkodott ugye aztán a háborús időszakban azt láttuk, hogy időnként még a német gazdasági minisztériumból is elvisznek egy-egy orosz kémet, tehát innentől kezdve az ember már tényleg egy ilyen House of Cards sorozatban, egy kártyavás sorozatban érzi magát. Nem minden hallgató, így én, én se vagyok járatos a külkereskedelemben olyan professzionális szinten, nem volt ilyen cégem, nem tudom elképzelni, hogy ez hogy működik, hogy amikor eladok egy karton hipót vagy bármi mást, harmadik országból az Európai Unión kívülre, akkor ez hogy megy? Miért tud az Európai Unió arról úgy is mondanám, hogy hogyan tartja a számon, hogy egyáltalán mi megy ki a határán, és ami kimegy, az egyébként akkor szankció -e, alá esik-e, vagy nem. Ugye akkor itt a nemzeti hatóság fogja ezt megmondani ezek szerint. És valahol ezek az adatok gondolom legjobb esetben összegyűlnek. Hát igen, az adatoknak hatalmas szerepe van, ami a szankció végrehajtását illeti, illetve a szankciós diplomáciában is, tehát ez egy nagy kihívás, főleg ami az orosz gazdasági és kereskedelmi adatokat illeti, az nagyon-nagyon fenntartásokkal kell kezelni, amit, amit Oroszországból kapunk adatokat, illetve ami kifejezetten a kereskedelmi adatokat illeti nincs nagyon rálátásunk, hogy Oroszország mivel, vagy hogyan kereskedik pontosan, tehát erről hiteles adatot találni nagyon nehéz ami a saját, tehát az EU-s kereskedelmi adatokat illeti, ez, ezeket a tagállamok ugye számon tartják, tehát erről vannak ugye, a, a, mint a vámon keresztül, tehát a, bármilyen, tehát a külkereskedelmi, külkereskedelmel foglalkozó hatóságokon keresztül ezek, a, az, ezek az adatok megvannak. Az EU-n belül az Európai Bizottságnak szintén a kereskedelmmel foglalkozó részlege is nyomon követi ezeket az adatokat, tehát erről vannak statisztikák. És ö, ott látjuk leginkább azt, hogy bizonyos harmadik országok felé robbanásszerűen megnőttek az exportok, tehát itt nézhetjük Kazasztán, Örményország, tehát így Oroszország szomszédságában, illetve így a környékén lévő országok közül többen is észrevehető volt ez a fajta ugrásszerű megnövekedése az bizonyos exportoknak, például az autók exportjának, de nem csak személygépkocsik, hanem egyéb nagyobb tehát tehergépkocsik exportjának is, és ezekben az esetekben merül föl az a kérdés, hogy ezek a termékek valójában, tehát tényleg, ha Kazasztánba exportáljuk őket például, akkor ott is maradnak el. Kazak gazdák hirtelen 200-al több teherautót használnak -e el évente. Vagy, tovább mennek Oroszországba, és ez nagyon-nagyon nehéz uh, igazából nyomon követni, hogy mi történik egy termékkel azután, hogy megérkezett oda, aho ahová ezt megrendelték. Lányi, ezt fúrjunk be, akkor ezt ti derítitek fel az Európai Bizottságnak, vagy ezt az Európai Bizottság mondja el nektek, és ti dolgoztak az adatokkal? Tehát mi uh, nem, tehát magáén ilyen uh, oknyomozó munkát nem végzünk ennek a hálózatnak a, a keretein belül. Van egy másik uh, részege a London irodánknak, ami kifejezetten az úgynevezett uh, open source, tehát ez az ilyen nyilvánosan elérhető adatokkal foglalkozó uh, kutatásokat végez, és ők, uh, őnekik van elég sok nagyon-nagyon érdekes uh, jelentésük, riportjuk arról, hogy milyen alkatrészeket lehet az orosz uh, katonai uh, eszközökben találni, tehát akár uh, rakétákban, tankokban, tehát amiket az ukrán fronton uh, hátrahagytak az oroszok, ott milyen Igen. termékek voltak benne ezekben az alkatrészekben, és ott látszik, hogy még mindig vannak benne, tehát egészen, tehát tavaly év második felében is volt egy, ha jól emlékszem, egy ilyen uh, kiadványunk, és abban is látszott, hogy, tehát, hogy még vannak orosz, uh, az orosz uh, haditechnikában nyugati alkatrészek, és a szankcióknak ez az egyik legfőbb célja, hogy ezt megakadályozza, hogy ezek az alkatrészek eljussanak Oroszországba. Tehát emiatt is nagyon fontos, hogy hogy, hogy megbizonyosodjunk róla, hogyha valamit exportálunk, akár tehát bármelyik harmadik országba, akkor az tényleg oda az legyen a cél állomása a terméknek, és ne uh -huh. lehessen Oroszországba tovább küldeni. Most ugye ehhez képest tényleg láthattuk, hogy a kazah külkereskedelem is meglódul, de még a Grúziában is voltak erre utaló jelek, sőt, Törökországban, ha jól emlékszem, akkor akkor teljesen normális fogyasztói cikkek kerültek kicsit más név alatt újracsomagolásra. Korábban már 14-22 között Fehér Oroszország is jeleskedett időnként abban, hogy újracsomagoljon szankcionált az orosz piac felé. Tehát van ennek gyakorlata, tulajdonképpen úgy is mondhatjuk. Talán Irán az egyik nagy szakértő ennek a szankció megkerülésnek. És nem is véletlen a nagy teheráni-moszkvai barátkozás. De itt van Kína is. Ugye Kína, ahol az Európai Uniós adatok szerint közel 20 ezer cég foglalkozott azzal, vagy lehetett abban részes, hogy valamilyen módon oroszországi piacra juttatott el nyugati termékeket. Ugye ehhez képest a 12. szankciós csomag körül, ha jól emlékszem, volt hat darab hongkongi cég a Egyébként ezek orosz, orosz tulajdonok voltak, és akkor most ugye a 13-ban kerültek föl három, de nagyon minimális szám, ami már kínai tulajdonú cég és elvileg üzletel. Milyen eszköze van az Európai Uniónak arra, hogy ezeket a harmadik országokat meggyőzze? Mert valahol itt, itt tűnik a kutya elásva lenni, <laughs> és és innen majd megnyithatjuk azt a beszélgetést, hogy az Egyesült Államoknak itt miért van könnyebb helyzete, vagy szerintem legalábbis azon is és nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre, de az Unió magáról mit gondol, hogy itt fejleszti a jogi eszközöket, és majd lesz, vagy van, csak nem alkalmazuk, vagy igazából ez egy nagyon megnyerhetetlen játék? Hát ez egy nagyon, azt is mondanám, érzékeny kérdés, mert... Ahogy említetted, hogy az Egyesült Államok esetében van, tehát nekik van uh, olyan jogi eszközük, amivel be tudnak vetni szankciókat olyan harmadik országokban, amik nem a szankciónak a célországai. Tehát ebben az esetben, egy országban egy cég engedi az ilyen termékeknek a továbbvitelét utána a szankcionált országba, például Oroszországba, akkor az a cég megbüntethető. Ezt most mi csináljuk az EU-ban is, igazából. Tehát van ez a, van ez a fajta. Most azzal, hogy ugye felvettünk a, a 13. szankciós csomaggal, még több olyan külföldi céget feltettünk a szankciós listára, akik segítkeztek a szankciók kiátszásában, ez, ez relatíve új terület az EU számára. Tehát ilyen régebben nem, tehát ez, ez a kérdéskör nem igazán merült fel. És a 11. szankciós csomag óta, tehát a 11. szankciós csomagban Uh, fektették le először igazából jobban ennek az alapjait, hogy mi is fok, tehát, hogy milyen eszközökkel tud majd az EU élni, amikor azt látja, hogy, uh, hogy harmadik országbeli cégek továbbra is szisztematikusan, tehát rendszeresen a szankciók kiátszását uh, teszik lehetővé. Itt tulajdonképpen, a, amennyire én messziről látom ezt a területet, az Egyesült Államoknak ugye az óriási előnye a SWIFT bankrendszer és a dollár e, a használata, tehát az, hogy egyáltalán információkkal rendelkeznek a dollár mozgásáról, gyakorlatilag a világ bármely pontján, ahol használják. Ugye ez az euróról nem mondható el. Tehát eleve egyrészt ez ad egy információs hiányt, és egy teljes beavatkozási lehetőség hiányt, hiszen nem csak, hogy nem tudjuk, de ha akarnánk, se nagyon tudnánk ezen a pénzügyi egyébként rendkívül érzékeny területen, hiszen itt a finanszírozás rögtön megfogható lenne, nem tud az Európai Unió beavatkozni. Ehhez képest akkor az EU eszköztárában inkább a pozitív ösztönzők maradnak, hiszen itt Brüsszelben sokat beszélgetnek erről, hogy most akkor kereskedelem politikai előnyöket kéne az kínálni, kinek kéne vízumengedményeket adni, aki még nem kapott. Tehát sokféle pozitív ösztönzőt el tudok képzelni. Szerinted e felé fog elmenni, vagy inkább amerikai irányban? Igazából egy, egyőre az szerintem nagyon azon, azon dolgozik, össze, hogy ez egyensúlyozza ezt a kettőt. Tehát egyrészt Ugye David osullivan az EU szankciós küldöttjének az a feladata, hogy diplomáciai úton rendezze ezt a kérdést. Tehát ő azért utazik, így a harmadik országba járt, Kazasztánban, Grúziában, Törökországban, több országban is, és ott is igazából mindig az volt a feladat, hogy ezeknek az országoknak a döntéshozóival beszéljen arról, hogy hogyan tudnának ezek az országok többet tenni azért, hogy megakadályozzák a szankció kiátszását az ő területükön keresztül. És um, itt azt látjuk, hogy igen, a, a pozitív um, keretezésnek van egy nagyon fontos szerepet, Tehát maga a szankciós kommunikáció így a harmadik országok felé egy egy nagyon fontos uh, szerepet tölt be. De a pozitív mellett van egy olyan kommunikációs eszköz is, hogy az, ezeket az országokat fel lehet hívni arra a figyelmét, hogyha továbbra is, vagy, vagy nem továbbra, de úgy egyáltalán engedik a szankció kijátszását az ő piacokon keresztül, akkor annak uh, rizikói vannak. Például, tehát nem csak szankciós rizikói, de az is, hogy cégek lehet, hogy nem akarnak utána többé ott feltétlenül befektetni, ha azt látják, hogy szankciós rizikó áll fenn. Tehát az, hogy utána ez, ennek milyen, uh, ami az országnak a, a megítélését illeti a nemzetközi piacokon mennyire lesznek hajlandóak a cégek továbbra is befektetni, ó, tehát ezeket a kérdéseket is felvetette már a, a szankciós diplomácia ezekben a harmadik országokban. Ugyanakkor, ahogy, ahogy említetted ilyen, tehát azáltal, hogy most a 13. szankciós csomaggal is felvettünk olyan cégeket a, list, a szankcionált cégek listájára, amik, amik nem orosz, amik harmadik országoknak a cégei. Ez ezzel azért azt is bizonyítja az ezzel, hogy van ez a fajta uh, hogy is mondjam, tehát egy, egy... Uh, politikai akarat. Hát van, igen, egy politikai akarat, igen, hogy ezt nyomatékosítjuk, hogy, uh, hogy a szankciók kiátszása az, az egyértelműen szembe megy az EU érdekeivel. Tegyük hozzá ezt a hallgatóknak csak gyorsan zárójelben ide bököm, hogy a 13. csomagnál a brüsszeli plegykák szerint ugye pont Magyarország ellenezte azt, hogy kínai cégek is felkerüljenek erre, illetve három egyébként már oknyomozásokban jól megnevezett oligarchát vetettek le a listáról. Ugye itt a, még annak idején Kirill Pátriárkával indult ez a történet. Tehát a magyar diplomácia mozgása mindenképp érdekes, főleg amikor ezt a külügyminiszter úgy, hogy a fogalmazza, hogy a nemzeti érdekek mentén kigyomlálták a csomagot. Hát nem nem tudom, hogy a kínai, az orosz vagy a magyar érdekre gondol, de most nem ez a beszélgetés témája. Balázs, kanyarodjunk oda, és ezzel a szankciós zárjuk le még, a, még, az ukrán fordulat előtt, hogy és ezt a kérdést én is gyakran megkapom, és szerintem nem, nem lehet rá egyszerűen válaszolni hogy a szankciók elértéke a céljukat. Tehát ha, ha ehhez a te szakmai szempontodból tudnál mondani egy széltételezést, és ahhoz képest egyébként, hogy állnak. Most ne a közönség elvárásokat mondjuk meg a, a magyar narratívás csomagot, az egy külön történet, hanem azt, hogy a reális elvárásokhoz képest a reális megvalósulás, hogy áll. Igen, tehát szerintem az, az rendkívül fontos, hogy legyen egy, egy tényleg reális szemléletmód ezzel kapcsolatban, tehát mit is várhatunk a szankcióktól. És itt igazából két olyan célkütőzés van, ami, ami, ami reálisnak tűnik. Egyrésztről, hogy megakadályozzuk azt, hogy Oroszország hozzájusson ezekhez a nyugati alkatrészekhez, amikre nekik szükségük van ahhoz, hogy modern haditechnikai uh, termékeket készítsenek. Tehát ez, hogy ettől megvonjuk az orosz gazdaságot, ez nagyon fontos. Másodrész pedig az, hogy az orosz gazdaságnak a bevételi oldalán is, tehát hogy meg tudjuk megcsappanjon az a fajta bevétel, amit, uh, amit ők uh, eddig kaptak azokból a, a nyers szektorokból, miers pontosan gyémántok, tehát amik most már így szépen lassan csomagonként felkerültek a szankciós listára. Tehát ez ez két olyan uh, célkütézés, ami, ami reális, ami nem reális, és ami valószínűleg a legelején, tehát még 2022. februárjában nem volt feltétlenül jól kommunikálva az az a fajta elvárás, hogy a szankciók azok egyszerűen rá, rá tudják bírni Oroszországot arra, hogy, hogy felhagyjon az ukrajna elleni agressziójával. Ez, ez nem egy reális célkütézés, tehát ezt, ez így szerintem az, az EU szinten is a reális célkütőzés, ami a szankciókat illeti, ez, ez az első kettő. Tehát az, hogy tényleg megvonjuk őket a, azoktól a bevételektől, illetve megakadályozzuk, hogy a modern haditechnikai termékek eljussanak Oroszországba. Még egy bónusz kérdés ide eszembe jutott, mert ugye az egész ukrajnai hadszintér kapcsán gyakran foglalkozunk azzal a következménnyel, hogy Peking milyen következtetéseket von le ebből, akár abban, hogy mennyi pénzét tartja dollárban, hiszen most arról még nem is beszélgettünk, hogy ugye az orosz központi banknak itt tartott több mint 300 milliárd dollárja, annak mi lesz a sorsa, erről ugye az unióban hosszú beszélgetés zajlik, de a lényeg az az, hogy Peking figyeli azt, hogy hogyan tud a nyugat ilyen eszközöket bevetni. Szerinted kínai mértékegységben létezhet szankcióbiztos gazdaság? Tehát ez már lehet egy olyan terület, ahol, ahol ez a közel másfél milliárd ember egy ekkora gazdasági, egyébként nyilván még mindig exportra termelő gazdasággal, de háborús üzemmódra tud váltani? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Igazából ezzel nagyon sokat még nem foglalkoztunk, viszont volt egy rendkívül érdekes modellezési gyakorlat, amiben részt vettünk. Tehát ennek már megjelent az erről szóló kiadvány is, amit egy másik, egy amerikai ajtrözt szervezett, ahol Washingtonban és Brüsszelben is eljátszották ugyanazt a modellezési gyakorlatot, hogy mi történne, ha egy nap Kína ellen. Uh -huh. Kéne bevetni szankciókat, és uh, ennek ajánlom nagyon a kiadványát, mert ott uh, lehet elolvasni, hogy milyen következtetéssel jutottak azok, akik részt vettek ezen a, ezen a modellezési gyakorlaton. De ez, ez mind természetesen csak egy egy elméleti uh, ilyen elméleti értekezés szintjén uh -huh. uh, merült ez fel, tehát uh, semmiképpen nem gyakorlati szinten. Jó, hát ha modellezésből indulunk, meg a döntéshozók is ezt tudják egyelőre még csak oda tenni, gondolom a kubai válságot is lefuttatták még előtte ilyen modellekben. No, minden esetre köszönöm, akkor ezt majd a hírlevélbe belinkeljük a hallgatóknak. És akkor kanyarodjunk át Ukrajnára, hiszen ezzel kapcsolatban is van egy projektetek, ami, ha jól értem, akkor azt nézi, hogy az ukrán antikorrupciós intézkedések, illetve pénzköltésekben milyen előrelépések vannak, illetve ezeket segítitek tulajdonképpen. Ugye ez egy gyakori narratíva, hogy sőt, hát most azt láttuk már, hogy a szlovák miniszterelnök is ezzel kapogott be az európai csúcsra tavaly év végén, hogy hát azért ne adjunk pénzt Ukrajnának, mert korruptak. Ugye, hát ehhez képest korrupció létezik az Európai Unióban is, tehát ugye szerintem minden jó, amikor valamit fel lehet deríteni. Tehát nem korrupció, mindenütt van, csak kérdés, hogy fel van-e derítve. Hogy áll most ez a ti projektetek, és ebből lehet -e levonni következtetést általánosan az ukrán korrupcióra nézve. A projektünk most nemrég lépett a második szakaszába. Tehát ennek a projektnek igazából az a célja, hogy a, a civil társadalmon keresztül, civil szervezeteken keresztül segítsük az ukrán pénzügyi rendszernek az integritásának a megerősítését. Tehát az, hogy pontosan az ilyen antikorrupciós reformok megerősítését, az, hogy a civil társadalomnak, illetve az oknyomozó újságíróknak is, tehát el tudják végezni a feladatukat, azt látjuk az ukrán helyzetben is, hogy a civil társadalomnak nagyon fontos feladata van abban, hogy ugye informálja a döntéshozókat, hozzon olyan új, friss ötleteket, amik ugye kívülről, az, az állami közgatáson kívülről érkeznek, és, és egyben az is, hogy tudja Ezeknek a, a költéseknek, illetve a, a reformok ö, véghezvitelének a, a menetét is nyomon követni és azt véleményezni. Az első körben tavaly ö, meghívtunk egy ö, csoportot Ukrajnából, tehát itt ö, a csoportban voltak a civil szervezeteknek a képviselői, illetve oknyomozó akik egy hetet töltöttek itt velünk Brüsszelben, és utána egy hetet a londoni irodánkban. És ennek az volt a célja, hogy ö, hogy egyrészt megismerjük az ő munkájukat, tehát, illetve megismertessük a munkájukat az európai döntéshozókkal, és legyen egy, egyfajta eszmecsere arról, hogy, hogy ők hogyan látják a helyzet alakulását, az EU-nak milyen, milyen elképzelései vannak, illetve tartottunk tréningeket is újságírókkal, oknyomozó riporterekkel arról, hogy, hogy milyen milyen módon lehetne az ő, ő munkájukat is segíteni az ilyen, ilyen képzésekkel. Ezután most ebben a második ö, szakaszban, amiben most vagyunk, kicsit megváltozott ennek a, a, a menetetet. Most már Kijevben is van ö, munkatársunk, aki, aki helyben dolgozik ö, a helyi partnerünkkel, ami egy, egy ukrán agytrözt, és ők közösen dolgoznak kutatásokon, kiadványokon, az ukrán pénzügyi antikorrupciós reformoknak a nyomonkövétésével kapcsolatban. Na de hogyan látják? Tehát, hogy mit mondtak akár most a látogatócsoportotok tagjai, vagy ebből ti milyen következtetést tudtatok levonni? Igen, tehát igazából most ebben a legfrissebb szakaszban fogunk több kutatást is elvégezni, tehát ezek az eredményei még nincsenek meg. Viszont a beszélgetések alapján, amiket tavaly is folytattunk, azt láttuk, hogy a, az ukrán antikorrupciós aktivisták, illetve így a civil szervezetek is nagyon fontos munkát végeznek, és ők maguk is, az egyikőjük nagyon érdekesen megjegyezte, hogy az, az, hogy ők feltárják ezeket a korrupciós eseteket, amik, amik ahogy mondtad te is, ugye Ukránában is vannak, máshogy is, de Ukránának is vannak korrupciós gondjai, és ahol ezeket feltárják, ezáltal azt is jelzik, hogy a civil társadalom él, az, hogy van egy kontroll, tehát az állam felett, tehát az állam mellett van ez a, ez a, civil társadalom, aki, aki fel tudja tárni ezeket az ügyeket, és ez igazából egy, egy élő, egy, egy, egy tényleg létező, működő demokráciának egy nagyon fontos jele. És ezzel igazából lehet, tehát hogy erre lehet építeni utána, illetve az, hogy most az EU-s csatlakozási kérdésben is nagyon fontos szerepet játszik az, hogy az antikorrupciós reformokat komolyan véghez vigyék. Tehát most ezt fogjuk nyomon követni, és majd erről lesznek még kutatásaink, hogy ez hogyan is alakul és amint lesz erről majd több információ, ezt feltétlenül megosztom. Balázs, lassan lejárat időnk, de még egy utolsó kérdés, hogy a magyarországi látogatásotokra hogyan készülsz, ugye ismered az országot valamennyire, talán jobban, mint néhány többit. Um, Van-e van -e olyan speciális lépés lépéskészülés, amire gondoltál, hogy szükséges? Um, igazából ugyanúgy uh, fogjuk előkészíteni, mint bármely másik így ország. Um, Bármely másik kerek a beszélgetés, amit eddig szerveztünk. Tehát Minden országban egy helyi agyraztal dolgozunk együtt. Ez Magyarországon az Egyensúly Intézet, és így a, a helyi partnerünk segít abban, hogy tényleg a, a legmegfelelőbb, a tehát a leginkább a témával foglalkozó szakembereket hozzuk egy össze egy teremben, és beszéljük át. Őszintén az, hogy mik a szankciós szakpolitikával kapcsolatos uh, eredmények és kihívások, és utána erről fogunk majd publikálni egy, uh, egy olyan riportot, amit a többi országról is publikáltunk, amiben uh, nem nevezünk meg, tehát nem, nincsenek, uh, nincsenki megnevezve, hanem csak össze van foglalva az, hogy mik voltak a fő uh, meglátások, észrevételek és, uh, és tanulságok a beszélgetésről. No, hát akkor ezt a riportot várjuk, lehet, hogy ez majd egy újabb alkalom, hogy valamilyen formában a Partizán téged megkeressen. Gyimesi Balázs, nagyon köszönöm, hogy elvállaltad a meghívást. Örülök, hogy velünk voltál. Én köszönöm a meghívást, és köszönöm a beszélgetést tehát a Ruszi Brüsszel irodájának kommunikációs vezetőjével töltöttük az elmúlt egy órát, ahol a 200 éves egyik legrégebbi védelem és biztonságpolitikával foglalkozó brit think tanknek az Ukrajnával, illetve a szankciós politikákkal, sőt még a terrorizmus elleni küzdelemmel való munkájával ismerkedtünk meg, és megint betekintettünk abba, hogy az Európai Unióban, itt az intézményekben, a bizottságnál különösen, hogyan működnek együtt civilek, ngo és a eurokraták köztisztviselők, ugye ez tulajdonképpen egy egészséges kontriumot is tud alkotni, és milyen jó, hogy erre is látunk példát. Máskor is tartsatok velünk, a heti feledi fog jelentkezni még további brüsszeli podcastokkal, illetve meg tudjátok hallgatni a korábbi adásokat, ahol magyarországi nemzetközi szervezeteket, vagy például a Pozsonyi Jánkuciák Optimozó központnak a munkatársával beszélgettünk. A heti feledi hírlevére iratkozzatok fel, ott fogjuk tehát többek között ezeket az érdekes linkeket is megosztani, akár a kínai szankciós modellezésről, akár majd Balázséknak az új jelentéséről úgyhogy ezt a Partizán oldalán meg tudjátok tenni. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok, Feredi Botond voltam, találkozunk nem sokára. Sziasztok! Feledkezz meg a Partizánról! Adód 1%-ával támogasd munkánkat, hogy teret adhassunk a fontos ügyeknek. Ahhoz, hogy tovább folytathassuk kulturális missziónkat rád is szükség van. Támogasd adód 1%-ával a Partizán Alapítványt!